Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az aktuális szerelmi energia. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden esetben 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy középen. Te állsz a középpontban, és odafigyelsz mindenre. Itt a közeledben megjelenik a kulcs, az jelentheti a te magabiztos fellépésedet. Sőt, itt megjelensz a nyilvánosságon, a nap megvilágít téged, láthatóvá tesz téged, tehát megkapod az elismerést másoktól. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy ő találkozni akar veled a nyilvánosságon. Előtted a felhő utal a múltra, hogy valami eddig még átláthatatlannak tűnt. De miért volt így? Hiszen ő is használja a kulcsot, hol így, hol úgy, hol nyitott, hol zárkózott. És itt a koporsó, az jelenthet egy csendes időszakot, amikor ő visszahúzódó volt, nem jelentkezett nálad, de szerencsére itt megjelennek az egerek. És ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek felfalják a felhőt, mindazt, ami eddig átláthatatlannak tűnt. Az egerek eltüntetik a koporsót is, ezt a csendes, zárkózott időszakot. És akkor a kulcs azt jelenti, miután ez elmúlt, majd ő nyitott lesz. Sőt, itt a nap szintén erre a nyitottságra utal. A kereszt az jelenthet egy találkozást, hiszen a sors utatok kereszteződik. Megjelentek a nyilvánosságon, de az otthonban is. Vagy meg akar látogatni téged, vagy lesz egy meghívás, esetleg a ház jelentheti egy közös otthon tervezését. A kereszt nem csak a találkozásra utal, hanem a döntésekre is, hiszen ő elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. És itt látható felül, hogy tervez veled valamit, hiszen kimondja az igazságot, megvan a vonzalom kettőtök között, látni akar téged a nyilvánosságon, sőt, meg akar látogatni, hiszen látni akarja az otthonodat is. Vagy vannak közös tervek. És ez volt az aktuális szerelmi energia. Kicsit elment a hangom, tehát ez volt az aktuális szerelmi energia. Én kívánok nektek egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!